Már csak pár pillanat, és kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Kerékbárci Szabolcs, úgy ismerik őt, mint egy politikust, de most nem politizál. Talán magáról írt egy könyvet. Jó reggelt kívánok. Köszönöm szépen a meghívást. Igen, ezt a könyvet, a Tükörkép című könyvet írtam, és szeretettel átadom. Köszönöm szépen. Én viszont megmutatom a tévénézőinek. Kollégáim persze hírják, hogy termékmegjelenítés, de akkor, amikor részben önről van szó, az egy termékmegjelenítés, vagy egy önéletrajz? Nem tudom. Igazából... Amikor... Mert a politikus az egy termék. Igen, de 16-ban én kiléptem a politikai közéletből, és akkor döbbentem rá, hogy mennyire másként látszik az ország és a világ akkor, hogyha az ember ellép abból a taposómalomból, abból a mókuskerékből kiszáll, amelyet a pártpolitika jelent, amikor a napi ügyeket kell darálni, sajtótájékoztatókat tartani, és igazából reflektálni a mindennapi eseményekre. Az ország és a világ ennél sokkal bonyolultabb, és sokkal másképp néz ki, hogyha az ember friss szemmel néz rá, és erre kaptam, vagy adtam magamnak lehetőséget 2016 végén, amikor ebből a mókuskerékből kiszálltam. De most 2019 van. Igen. Meddig tartott a könyv megírása? Több részletben írtam, három részből áll a kötet, az elsőben ilyen szociografikus novellákat írtam arról, hogy hogyan él, vagy én hogyan látom, hogy él a magyar társadalom jelenleg. Akkor adjunk ebből egy appetizert a nézőknek, egy étvágygerjesztőt, hogy a könyvet szeressék birtokolni is, mert egy könyv úgy jó, hogyha nem csak kiveszem a szót a könyvtárból, hanem az enyém is le tudom tenni, igen, újra tudom olvasni. Kilépett a politikából. Igen. De mielőtt elmondanánk, mondjuk el a nézőknek, aki elfelejtette volna, mert politikusokat hamar el lehet felejteni, igen, hogy mit is tanult, hol született és mit tanult. Én 71-ben születtem Székesfehérváron, és a Külkereskedelmi Főiskolán szereztem diplomát, majd a Harvard Egyetemen közpolitikai mesterdiplomát. Bennem volt mindig az a szándék, vagy legalábbis tínédzser korom óta, hogy a világot meg kell ismerni, és amit lehet, tudást haza kell hozni Magyarországra. Az a fajta politikai érdeklődés, amely a családunkban jelen volt, az engem is megfertőzött. Nagyapám, Kerék Mihály kisgazda képviselő volt a koalíciós időkben, és a 30-as, 40-es években egy nagyon jelentős agrárközgazdasági szociológus volt. Volt egy minta, de a Bárci család részéről, édesanyám részéről is tele voltunk közszolgákkal, ha úgy tetszik, pénzügyminisztériumban, igazságügyminisztériumban, még egy főpolgármestert is adott annak idején Bárci Istvánt, a család, vagy a miniszterelnökség államtitkárát, Bárci Istvánt, aki a kiugrási politikának az egyik támogatója volt. Tehát ez az érdeklődés megvolt. Azonban... Ezt a könyv nyelvezetén lehet érezni, mert igen, nekem úgy tűnik, hogy elnézést, hogyha ez egy szitok szó lenne, én boldogan lennék arisztokrata, de hát egy kvázi jóházból olyan a nyelvezete, mintha egy arisztokrata ült volna és írta volna ezt meg. Az ember a bőréből nem tud nyilván kiugrani. Nagyon acsarkodó, vicsorgó világban élünk, és talán azzal is tehetünk a közösségünk javítása érdekében, vagy a közhangulat javításáért, hogyha azt a jó bodort megpróbáljuk visszahozni, amelyről Márai annyit írt annak idején. Rengetegen hivatkoznak ma Márai Sándorra, de azt hiszem, hogy kevesebb. Akkor, amikor élt, akkor módon azért annyira nem lelkesedtek. Annyira érte, nem lelkesedtek. Bízunk benne, hogy ön él még életében lelkesednek. Remélem. Tehát, hogy az a fajta jómodor, normalitás, amivel egymáshoz fordulunk, legyünk bármilyen társadalmi közegből jövő emberek, tehát akár egy falusi napszámossal, vagy tényleges analfabétával, amikor beszélgetek vidéken, falun, akkor annak az embernek ugyanolyan a méltósága. Én azt tanultam az iskolában, hogy már 1957-ben leküzdötték Magyarországon az analfabetizmust. Hát igen, én egy olyan kis falu közösségéről írtam a könyv első részében, ahol nincsen iható csapvíz, és nem vezették még ki a csatornázás, tehát nincs kiépítve a csatornázás.
szennyvízhálózat. Magyarországon százával vannak ilyen települések, és százezer számra élnek honfitársaink embertelen. És én, aki már elektromos úton bele tudtam nézni a könyvbe, ebből kiderül, hogy a szocioekonomiai igényeik is egész mások ezeknek az embereknek. De az előbb azt mondta, és most jól elkapom, és most jön a tűz, hogy a társadalomért valamit kell tenni. Mit tesz ön azóta, mióta visszament a politikából? Visszatért a politikából, igen, akartam mondani. Próbálom azt a penzumot ledolgozni, amit számon kérek én is másokon, hogy nézzünk szembe a saját múltunkkal és a saját történelmünkkel. A mai zsákutcás politikának és közéletnek szerintem az az egyik legfontosabb oka, nem az egyetlen, de az egyik legfontosabb oka, hogy nem ismerjük sem egymás, sem saját magunkat, nem azt keressük, ami összeköt bennünket, hanem ami szétválaszt egymástól bennünket. Tehát az a fajta múlttal való szembenézés, amely tökéletesen elmaradt Magyarországon, az rányomja a bélyegét és megmételyezi ezt a társadalmat. Én ezt próbáltam megtenni ebben a kötetben, tehát megpróbáltam megismerni... 2019-et írunk, és ön, igen, 16-ban visszavonult. Mit csinál reggel, amikor felkel? Ez nem egy bulvárműsor, igen, ez egy politikai reggeli magazin műsor. Útnak indítom a feleségemmel együtt a két kislányomat az iskolába. Hátra van még 7 percünk, igen, hogy mindezt elmondja. De azt a kis családi vállalkozást, amelyben dolgozunk, azt próbáljuk menedzselni, és nyilván rengeteget beszélek emberekkel az országban. Gyerekek tudják, hogy édesapjuk valamikor a tisztelt háztagja volt? Hát, hogy a politikában voltam, azt tudják, igen, de még hál' Istennek nem vetik bele nagyon magukat a politikába. És megpróbálom minél szorosabban figyelni és követni a magyar és a nemzetközi ügyeket, hogy a jövőről is tudjon az ember gondolkozni, egy olyan perspektívát megpróbálni fölfogni, vagy átfogni az embernek intellektuálisan, amely szükséges ahhoz, hogy ezért a közössége lehessen tenni. Élvezett önnel beszélgetni, mert úgy érzem, mintha egy időutazáson vennék részt, és oda kell figyeljek minden szavamra, hogy nehogy lemaradjak, de mármint a szintből. De milyen egy MDF-árvának lenni? Hát ez egy érdekes kérdés. Nem nagyon nézek, visszafelé nézek természetesen, amennyiben elemzem azt, hogy nekem milyen szerepem volt egy politikai közösség életében. De jól érezte ott magát, nem? Azokat a társakat becsültem, tiszteltem, és ővelük jól éreztem magam, akiknek az értékei azonosak voltak az enyémmel, akik nem az egyéni gyarapodást tekintették a közszolgálat alapjának, hanem valahogyan az ország hosszabb távú jövőjére. Na jó, könnyű annak, aki már otthonról arisztokrata, itt nem bankszámlára gondolok, hanem könyvmennyiségre, meg minden, amit magába szívott a felmenőitől. Ezt kell... Tehát akkor öntől valami mást várunk el, mint attól, aki csak bepottyant valamiért. Van egy olyan régi mondás, hogy noblesse oblige, a nemesség kötelez. Senki nem tehet arról, hogy milyen családból származik és honnan jött, de azt, hogy megismerje a saját múltját és respektálja, tiszteletben tartsa a másiknak a másik másfajta hátterét, és egymással összekapaszkodva megpróbáljanak tenni a sokszínű háttérből jövő emberek a magyarságért, az mindenképpen egy fontos dolog. Ennyiből érdekes az, hogy az ember honnan jött, és hogy milyen politikai közösségben szocializálódott, vagy vált éretté. De sokkal fontosabb ennél az, hogy ebből milyen következtetéseket vonunk le, és hogy mi az a jövőkép, amelyet a családunknak, a kisebb és a tágabb közösségünknek elképzelünk. Ehhez rengeteget kell tanulni, emberekkel beszélgetni, figyelni kell értő módon, és ezért jó az ember ellép egy kicsit a napi pártpolitikától, hogy szélesebb távlatokat próbáljon agyilag is meg... Ha hívni fogja haza, akkor visszatér a politikához? 6 éves korom óta tudatosan érdekel a politika, tehát nem tudom azt mondani, hogy nem.
de én kívánom megválasztani azokat a körülményeket, azokat a társakat a jövőben, ha még egyszer egyáltalán lehetőségét látom annak, hogy a politikába visszatérek. Ez egy nagyon komoly dolog, szerintem pártpolitikával 40-50 éves kor alatt nem is szabadna igazából foglalkozni. Mondom ezt úgy, hogy én is korábban kezdtem. De ekkora érik meg talán az ember, és higgad le egy kicsit, hogy tényleg elsősorban nem magára, hanem a közösségre tudjon gondolni. Hát igaz az a mondás, én csak saját magamat figyelem, mert mindenki először önmagát figyeli, hogy tínédzserem még én is liberális voltam, ma viszont keményen a Likudra szavazok, hogyha éppen időm van. Az annyit jelent, hogy az ember fejlődik. Ön nem orvos. Nem. Mégis itt tartom a kezembe a tükörképet, ami tulajdonképpen egy diagnózis is egyben. Igen. Egy diagnózis, és hogyha valaki a sorok között olvas, akkor recept is van benne. Kinek szánta ezt a diagnózist és a receptet? A gyerekei még kicsi ahhoz, hogy igen, ezt megértsék. Igen, nekik ajánlottam. Minden olyan felebarátomnak, honfitársamnak, akit érdekel az, hogy a napi taposómalmon túl milyen lehetőségei lehetnek ennek az országnak, és hajlandó hidakat építeni mások irányába és mások között, és nem pedig az árkokat ásni. Ha egy morzsányival ehhez hozzá tudtam járulni, akkor... Most tulajdonképpen meg is érthetjük azt, hogy miért ez a címlap fotó. Igen, igen, így van. Hogy sikerült a Gondolat kiadót megnyerni? Mert ugye a Gondolat egy kemény kiadó, tehát igen, akármit nem jelentett meg, vigyáz a régi fényére. Igen. Nagyon megtisztelő volt, hogy Bácska István igazgató úr az első percben azt mondta, hogy felkarolja ezt a kötetet, mert tetszik neki, és a könyvbemutatón is ő, illetve Iványi Gábor lelkész úr fog beszélni a kötetről. Nekem ez egy óriási megtiszteltetés, hiszen nem írtam még könyvet, eddig erre nem volt idő, bár gondolatok voltak a fejemben, hogy mit lenne érdemes összegezni. Fantáziát látott benne, és nyilván... De könyvet forgatott. Így van, így van. Úgyhogy én köszönöm neki ezúttal is, hogy bízott bennem, és megjelentette a kötetet. Mikor van a könyvnek a bemutatója? Most pénteken, 11-én, 17 órakor az Írókboltjában lesz. Mert ugye, akár hiszik, akár nem, önök kedvéért, megnéztük Kerékbáci Szabolcsot, hogy még a bemutató előtt jöjjön el. Maradt még pontosan 2 percünk. Itt van Jákob, a robotkamera. Nézzen a szemébe, és mondjon valamit a magyar népnek, azon honfitársaiknak, hogy mit szeretne tőlük. Hát ez egy nagyon öntelt szituáció, hogy én kérek bárkitől bármit. Én azt tudom talán ajánlani, hogy próbáljanak meg visszalépni a hétköznapok negatív érzületeiből. Nekem ez sikerült, és nekem ez terápia jellegű volt. Nézzenek távolabbra, és forduljanak úgy az elesett és nélkülöző embertársak felé, hogy tartsák észben azt, hogy az igazi hazafiságot azzal lehet lemérni, hogy milyen sorsot szánunk egymásnak, és hogyan viszonyulunk egymáshoz. Ez szerintem a magyarság és egyáltalán a hazafiságnak a mérőeszköze, nem pedig a meldöngetés vagy bármi más, és ne nyugodjunk addig, ameddig nélkülöznek ebben az országban akár egyetlen egy ember is. Szerintem ez a legfontosabb, az összes tudásunkat, közpolitikai ismereteinket, mindent ennek rendeljünk alá. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt. Kedves nézőim, az elmúlt 15 percben Kerékbáci Szabolcs újabb oldaláról mutatkozott be, tükörkép, egy diagnózis és receptkönyv, na nem ételrecept, hanem életviteli recept, a pontos idő 8 óra, és ha 8 óra van, akkor következik a Mindentől Független híradó. Ne felejtsék elmondani barátaiknak, ismerőseinek, hogy van egy csatorna, ami tényleg mindentől független, és akkor most nézzük ezt a független híradót, utána jövünk vissza, tartsanak velünk. Köszönöm, hogy nagyon szépen köszönöm.